Fehérvár fanfár hangjára kezdődött meg a Királyi Város Szent István napi ünnepi közgyűlése. A Városháza dísztermében helyet foglaltak Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese, országgyűlési képviselő, Simon László kormány megbízott, Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke, a történelmi egyházak képviselői, Huszár János vezérőrnagy, a Magyar Honvédség összhaderőnemi parancsnokságának parancsnoka, El Simon László és Törő Gábor országgyűlési képviselők, Székesfehérvár testvérvárosi delegációinak tagjai, illetve Fejér megye és a város önkormányzatának vezető tisztségviselői. Székesfehérváron emelték ünneppé Szent István napját 1938-ban, így a város különleges büszkeséggel készül minden esztendőben augusztus 20-ára. Raimondus mester verses históriája Szent István királyon. Eljött immár Szent Istvánnak tisztelendő ünnepe. Illik pedig a világnak minden nap tisztelnie. Mindenek nagy vígan áldják, kik az Isten örökét és a szentek társaságát ő általa megnyerik. Mondja bizony minden ember, boldog vagy Pannonia. Zengjen ajkad, szóljon vígan most az Isten himnusza, mert nem a köznép sorából küldött Isten nevelőt. Királyod lett prédikátor, apostolod magvető. Cserpakovics András polgármester ünnepi beszédében Székesfehérvár saját polgárai felé megnyilvánuló és a magyarság identitásában betöltött hangsúlyos szerepét és felelősségét emelte ki. Úgy érzem, hogy ez a másfél hetes ünnepség sorozat, a Királyi Napok rendezvény sorozata egy nagyon szép, egy olyan ünnep, ami miközben szórakoztat, jókedvre, mosolyra deríti az embereket, közben értéket is ad át, és igenis szól szellemiségről, értékrendről, keresztény gyökereinkről, és arról, hogy ez a város itt van több mint 1000 éve, és mennyit köszönhetünk e tekintetben elődeinknek, mennyit köszönhetünk Szent Istvánnak, mennyit köszönhetünk annak, hogy azt mondhatjuk, hogy az ő városa is vagyunk, és ez nyilván miközben köszönetet mondunk, felelősséget is ró ránk. Én úgy gondolom, hogy ez az ünnep ennek a jegyében zajlott. Igen, ehhez a mosoly is hozzátartozik, a jókedv is hozzátartozik. Nagyon nagy öröm azt látni, hogy itt az emberek ezerszám sétálnak, beszélgetnek, mosolyognak, tele vannak a teraszok, fiatalok, idősek, gyermekek, családok jönnek, mennek, érzik magukat jól, akár a gála különböző részein, akár a belváros valamelyik másik szegletében, akár részt vettek a királyok menetében, és azt gondolom, hogy a fehérváriak büszkék ezekben a napokban erre a városra különösen, és aki pedig ide látogat, az bízom benne, hogy érzi, hogy ez valóban egy történelmi város, és ez nem csak a szavak, hanem a tettek szintjén, így 2017. augusztus 20-án is igaz, hozzátéve, hogy augusztus 20-a, ahogy mondani szokták, ízig-vérig Székesfehérvár ünnepe, a magyar nemzet e tekintetben Fehérvárra figyel, és azt gondolom, hogy ennek a figyelemnek most a város mindenben meg is felel. Polgármester úr, Székesfehérvár az egykori poros mezővárosból a gazdaságvárosa lett, a sportvárosa és a kultúravárosa, tehetjük hozzá, és azzal, hogy most bejelentette, hogy 2023-ban Európa Kulturális Fővárosa címért pályázik Székesfehérvár, azt hiszem, hogy ez egy nagy lépcső és összefogást igényel. Valóban én is így érzem, a város fejlődéséhez az ipar, a gazdaság mellett, a történelem tisztelete mellett hozzátartozik, hogy egy olyan modern várost építsünk, amiben nélkülözhetetlen a szellem fejlődése, nélkülözhetetlen a kultúra fejlődése, a közösségi terek fejlesztése, és az, hogy közösségként erősebbé tudjunk napról napra válni. Ez azt gondolom, hogy egy város életében a kultúra és a sport által igazán lehetséges, és ezért gondoljuk, hogy egy nagyon fontos eszköz, fontos, hogy nem cél, hanem eszköz az, hogy pályázzunk Európa Kulturális Fővárosa címre 2023-ra. Az elmúlt hónapokban úgy gondoltuk, hogy ezt nem időntsük el magunk néhányan ott a Városházán, hanem bízzuk az emberekre, kérdezzük meg különböző területeken az embereket, kérdezzük meg a szakmákat, a civil szervezeteket, a kulturális intézményeket, nem csak önkormányzati, hanem állami, egyházi, civil fenntartású intézményeket is, és különböző fórumokon minden fehérvári polgárnak adjuk meg a lehetőséget, hogy véleményt nyilvánítson. Azt gondolom, hogy a véleménynyilvánítás egyértelmű, hiszen a leadott közel 4000 szavazatnak több mint 90%-a az amellett foglalkozik,
elfoglalt állást, hogy Fehérvár induljon el ezen a pályázaton. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon meggyőző, határozott véleményformálás és elköteleződés a város részéről, és úgy gondoltuk, hogy szimbolikusan nem kereshetünk és nem találhatunk jobb időpontot, hogy ezt bejelentsük, mint Szent István ünnepe augusztus 20-a, és ezt ma megtettük. Dolgozunk a pályázaton jeles szakemberekkel, közéleti egységben, és én bízom benne, hogy olyan pályázatot fogunk tudni benyújtani, ami versenyképes, esélyes és egyben fenntartható is. Nyilván nem mi vagyunk a döntéshozók, az majd eldől jövő évben, hogy ez a pályázat fog-e nyerni, vagy esetleg másik. Egy biztos, hogy azért is eszköznek és nem célnak tekintjük ezt a pályázatot, mert ennek egy jelentős részét, különösen a közösségformálást, a szellemi, kulturális életünknek a megújítását, fejlesztését akkor is szeretnénk megvalósítani, ha esetleg más város kapja ezt a fontos és azt gondolom, hogy megtisztelő felkérést. De én úgy érzem, hogy ez a város több mint 1000 év alatt sokat tett ezért a nemzetért, sokat tett a kulturális értékeink megerősítéséért, szenvedett is eleget ahhoz, hogy most egyszer a közösség azt mondja, hogy Szent István eme városa, magyar kereszténység egyik legalapvetőbb szakrális és világi központja, az megkapja a lehetőséget, hogy európai kitekintésben nem araszolva, hanem nagyot lépve is egy Közép-Európával jegyzett város legyen kulturális szellemi élete tekintetében. Államalapító királyunk Szent István napjának méltó és szép hagyománya, hogy az ünnepi ülésen kerülnek átadásra a Székesfehérvár megyei jogú város önkormányzata által alapított önkormányzati díjak és kitüntető címek, melyekkel a közgyűlés az élet különböző területein Székesfehérvárért sokat tett polgárok munkáját ismeri el. A közgyűlés döntése alapján díszpolgári címet vehetett át Ocskai Gábor, a magyarországi jégkorongsport élő legendája, aki idén február végén fejezte be aktív pályafutását a szakosztály élén, és köszönt le a Fehérvár AV19 szakosztályigazgatói székéből. Óriási megtiszteltetés, tényleg nagyon nehéz ezt ilyen röviden szavakba foglalni. Sok-sok olyan érzés volt az emberbe előtte, amikor erről tudomást szereztem, hogy eme megtisztelő díszpolgári címet megkapom, ami tényleg a meghatódásig megérinti az embert. Utána néztem azért természetesen, hogy ennek a városnak kik a díszpolgárai az elmúlt évtizedekben, és olyan személyiségek neveit olvastam, hogy szinte borzongtam, hogy és megkérdeztem magamtól, hogy hogy kerülök én ide. De nagyon nagy megtiszteltetés, nagyon boldog és büszke vagyok, és köszönöm annak a sok kollégának, aki az elmúlt 4 évtizedben segítette a munkámat, a munkánkat, és az, hogy a jégkorong egy nyitott pályás szűz területből egy Európa és a világ térképére fölkerült jégkorongvárossá vált. És én csak azt tudom mondani, hogy a köszönet mellett a fiatal kollégáimnak pedig azt, hogy nagyon nagy felelősség van rajtuk. Én amíg a szemem ki fogom nyitni, addig megpróbálom segíteni ugyanilyen elánnal, lelkesedéssel, amennyiben igénylik, és nagyon bízom benne, hogy ez a sikertörténet tovább folytatódik. Ugyancsak díszpolgári címet vehetett át Drahos Béla Liszt Ferenc, Artisius és Doppler díjas zenész, a Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztjével kitüntetett fuvola művész karmester, aki Fehérvár kulturális életének meghatározó egyénisége. Ízlelgetem, és hát egy különleges meghatottság van rajtam, mert igazából, ahogy emlékszem azokra a napokra, amikor ide kerültem, és az a szeretet, az az odaadás fogadott a zenekari tagok körében, úgyhogy az első mondatom az, hogy ezt a kitüntetést tulajdonképpen mindannyiunknak szánom, mert azok van a igazán harcos, hogy így mondjam, harcos években mellettem voltak, küzdöttek és bátorítottak, hogy ne adjam fel, úgyhogy ehelyütt szeretném még egyszer megemlíteni, hát most persze név szerint nem tudok mindenkit, de úgy érzem, hogy ez a díj az övéké is. Valóban nagy utat tett meg a zenekar, míg a város önkormányzata 2015-ben nem hozott egy döntést, hogy önálló intézmény lett. Most az önálló intézmény az azt jelenti, hogy nagyon sok intézményi megfelelésnek kell tulajdonképpen, hát hogy így mondjam, nem csak hogy megfelelni, hanem nagyon sok koncertet, eseményt kell produkálni,
És hát az idén több mint 100 esemény volt, koncert, ifjúsági koncert és egyebek, úgyhogy ahhoz képest, hogy elindultunk, persze volt olyan időszak, amikor nagyon sok koncertünk volt, aztán persze volt olyan időszak, amikor hát vagy mesterségesen, vagy mindegy, picit visszafogták, de én azt gondolom, hogy ahogy annak idején azt mondtam, amikor az első operát dirigáltam, most már meghalhatok, most már megvan az új intézmény, én azt kívánom, hogy tényleg a fejlődés útján induljon meg, mint intézmény is, mint hát majd kategorizált zenekar tudjon működni, és hát ehhez kívánok nekik nagyon sok erőt, egészséget. Én meg hát természetesen nagyon meg vagyok hatódva, nem gondoltam sose, nem is számítottam soha semmilyen kitüntetésre, hogy ez mégis most így alakult. Ezt köszönöm a város vezetésének, hogy ezt tényleg így gondolták. És mondom még egyszer, leginkább köszönet azoknak a tagoknak, akikkel én ezt idáig el tudtam vinni, hogy a zenekar önálló intézmény lehet. Székesfehérvár megyejogú város önkormányzata posztumusz Székesfehérvár díszpolgára címmel tüntette ki Kovács Jenőt, Székesfehérvár közismert és szeretett lokálpatrióta órásmesterét. Székesfehérvár megyejogú város önkormányzatának közgyűlése tiszteletbeli polgár címmel tüntette ki Keményné Koncz Ildikót, aki bankszakemberként több évtizede dolgozik az önkormányzatokkal, az önkormányzatokért. Munkájával mintegy 20 éve hatással van Székesfehérvár önkormányzatának gazdálkodására, a város gazdasági döntéseire. Amikor megkaptam az értesítést, ugye az 1-2-3 héttel ezelőtt volt, hogy egy ilyen határozatot hozott, ilyen döntést hozott a város, megmondom őszintén, elsírtam magam. Tehát én soha nem azért tettem bármit az életembe, hogy ezért valami viszonzást kapjak. Székesfehérvár nekem olyan, mint a második otthonom. Én ugye sokat járok ide, most már 22 éve, és különösen ezzel a városvezetéssel, de az előzővel is nagyon jó volt a kapcsolatom, de itt komolyan igényt tartottak tényleg arra, hogy kikérték a véleményemet, megfogadták a pénzügyi tanácsaimat, hiszen én nem csak egy bank alkalmazottja voltam, hanem a város számlavezető bankjának a képviselője is, tehát nekem nagyon fontos volt az a dolog, hogy a város is jól járjon minden egyes döntés kapcsán. Ma pedig, amikor fölkeltem, és azt mondta, hogy ide jövök, akkor kicsit összeszorult a gyomrom, hogy tudtam ugye, hogy lesznek díszpolgári címek is, hogy egyáltalán hogy kerülök én oda, mert egy díszpolgári címet, mint ahogy itt hallottuk, egy komoly életútért kap valaki, és ezek között az emberek között külön nagyon nagy megbecsülésnek érzem ezt a díjat, amit én kaptam a várostól. A közgyűlés döntése alapján tiszteletbeli polgár címet vehetett át Kemi polgármesteri hivatalának igazgatója, Jukka Vilén, akinek ötletei, szívvel és lelkesedéssel végzett támogató munkája hozzájárult ahhoz, hogy folyamatos a két város között a kulturális, a civil és a hivatalos kapcsolat. Székesfehérvár és Kemi között 60 éves a testvérvárosi kapcsolat, amely 1957-ben köttetett meg Kemiben a két település között. Azóta eltelt jó néhány évtized, és 1957-ben természetesen más körben ünnepeltünk a két város testvérvárosi kapcsolatát. De ez az együttműködés a kezdetektől fogva nagyon élénk és személyes. Külön örömet jelent számomra és Kemi polgárai számára is, hogy egy nagyon átélt élénk és felszabadult kapcsolat jellemzi a két város együttműködését ma is. Pro Civitate díjat kapott Bence András, dr. Gúzeó András, dr. Horváth Lajos, Kül Lajos és László István.